Az utóbbi évek statisztikái szerint Romániában az államköltségei jellemzően meghaladják a bevételt, az import értéke pedig az exportét, ami jelentősen fokozza a román gazdaság sérülékenységét. A csapdából való kijutás érdekében újabb költségvetési megszorításokra lehet szükség, világít rá elemzésében a Kolozsvári Közgazdász Kutatócsoport által működtetett Románian Economic Monitor. A román államköltségvetése 2019 óta oly mértékben deficites, hogy meghaladja az Európai Bizottság által meghatározott 3%-os küszöböt. Bár végleges adatok még nincsenek, 2023-ban 6% körüli a költségvetési hiány, ami nagyon nagy és hosszú távon fenntarthatatlan. Hangsúlyozta híradónknak a Kolozsvári bbt ek közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának kutatócsoportja által működtetett Romanian Economic Monitor gazdaságfigyelő portál tagja. Száz helyettes megjegyezte, legújabb elemzésüket is azért készítették, hogy rávilágítsanak arra, rövid távon további intézkedések várhatók. Az idei választási év miatt 2024-ben nem várható korrekció, viszont a számok alapján 2025-ben mindenképpen újabb lépésekre kell számítani. Kifejtette, három módszer is van a deficit csökkentésére. Lehetne például növelni az állambevételeit. Itt bőven akad tennivaló, hiszen az áfa begyűjtés hatékonysága Romániában messze a legrosszabb az EU-ban. Hát az első az a, a, a bevételeknek a növelése. Ilyen módon digitalizációval, hatékonyságnöveléssel. A második az a költségeknek a csökkentése, és azt hiszem, hogy ezzel a közférában van még lehetőség bőven a költségek racionalizálására. És szándékosan hagytam a végére a harmadikat, mert a jelenlegi számok sajnos azt mutatják, hogy újabb olyan növelő Um, intézkedések várhatóak, amelyek a vállalati szférára rónak újabb terheket adókilletékek formájában. Itt mondtam, megtörténhet, hogy a három módszer ötvözetét alkalmazza majd az állam is, talán ez lenne a kormányzat részéről a legbölcsebb döntés. Viszont mivel a problémát rövid távon kell orvosolni, a vállalati szférára kirót adóterhek növelése is részét képezheti az intézkedéseknek, összegzett Szász Levente.